Készülnek az árusok az anyák napjára. A bőséges kínálatból szebbnél szebb virágokat választhatunk a búzatéri piaszcsarnokban. A kezemben lévő nácis csokor mindössze 350 forintért elérhető, de akár ilyen frézia csokorra is lehetőségünk van, hogyha kifizetünk érte 2500 forintot. Havacs Tibor 25 éve árul a piacon. A vevők igényeit tartja legfontosabbnak, e szerint alakítja ki a választékát. Szeretik a cserepes virágokat, a kasztókat, amik nagyon kedveltek, keresettek, de az egynyáriakat is ugyanúgy megveszik, mint a kasztót, meg a muskáté, ami leginkább menő. Az időjárás nem kedvezett a szezonális virágoknak. Hiányzik például az orgona és a gyöngyvirág a kínálatból. Pápainé Erzsike nem csak árulja a virágokat, édesanyaként ő is szokott kapni. Nekem a gyermekem Angliában szokott itt megrendelni, és akkor hozzák nekem, de mindig mondom, Anitám, hát nem feltétlen fontos, hát van itt nekem virág. Most a mamám az otthonban van, és vasárnap délután megengedtek egy-egy fél órát három személynek, és megyünk oda, és már olyan jó lesz látni. A téli időszakhoz képest több mint 100 plusz asztallal készült a piac erre az időszakra. Ez a kényelmesebb vásárlást és a járványügyi szabályok betartását segíti. Bár létszámkorlátozás jelenleg nincs a nyíregyházi piacok egyikén sem, a szervezők arra kérik a vásárlókat, hogy figyeljenek a maszkviselése és a távolságtartási előírások betartására. Reméljük, hogy minél többen látogatnak el a búzatéri piaszcsarnokra, már csak azért is gondoljuk, mivel hogy május 1-én nyitva vagyunk, nyitva tart a búzatéri piaszcsarnok is, az örökösföldi piac, valamint a Korányi úton található jósavárosi piac is, ott is megtalálhatóak a szebb-nél-szebb szálasvirágok, valamint az egynyári virágok, a muskátlik, ami balkonvirágok, kiskerti virágok. Az anyák napjáról világszerte megemlékeznek, a különböző országokban más és más napokon ünneplik. Magyarországon május első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat.